kicsit vagyunk Nagy Gécen. Ott a megmaradt templom továny, ami megmaradt, és itt van az emlékpark. Ezt nézzük meg mindjárt. Onnan a kilátóló fent képeket lehet csinálni. Ott van még egy nagyobb oszlop. És hát a falu fő utcája az ott volt, ahol a templom is, és még tovább egészen a katakig voltak. Egyébként 1970-ben volt az árvíz, ami teljesen elmosta a falut. És a 700 valahány lakosból csak kb. 10 maradt itt. Még ezt megnézzük. És hát sajnos a kilátóban, amit meg tudtuk, nem lehet felmenni, az éppen átalakítás alatt van. Pedig onnan nagyon jó képeket, meg videókat tudtam volna csinálni, de hát ez most nem. Ja, minden a településenként egy idézet van valakitől. Például itt van a Tűrjei. Egyébként nem sorrendben vannak, hanem hát gondolom úgy, ahogy érkeztek. És itt van egy Géc. Egy gémes út. És itt van az egyik emlékmű. Van, hogy 749-en laktak. Nagy Géc, amikor jött az árvíz, ott van az időpont is. 1970. május 13. És itt talán még jól emlékeztem továbbra, és itt az utcanevek is fel vannak sorolva. Meg ilyen családok alatt jön meg az is, hogy hol laktak. Igen, igen, itt van a Hunyadi utcában, és laktak egy páran. Nézzétek meg. Jó, volt egy fő utca is. Tóth-Falusi utca. Rákóczi utca. És nem volt Kossuth utca ezek szerint. Ja, de volt Kossuth utca, az hol ne lenne, itt is volt, ott a Kossuth utca. Sőt, Dózsa György és Petőfi utca is volt. És még a Szúnyogtanyán is laktak hárman. Nézzünk, hogy itt volt a fő utca, és még itt is volt egy nagyobb kastély, hogy hát ilyen majorság, egy felnök, és annak a magtára, az még megmaradt. Egyébként ez volt a fő utca. Erről lehetett bent képet látni. És ott van még egy megmaradt épület. És nézzétek, itt van még egy emlékmű. Itt a templom mellett vagyunk. De ez második világháborús. Ez valószínűleg az árvíz után megmaradt, vagy helyreállították. Zim-zim. Igen. Itt méhek vannak valahol, de majd.
teszik a dolgokat, ahogy én is. És itt is volt egy épület szerintem. Ennyi domom alatt, na ezt megnézem. És ezt nézek, itt lehetett a régi kastély. Valószínűleg annak van az emléke. Lejárjuk körbe. És itt van mellette a magtáv, hogy ezt is mindjárt megmutatom. Ami megmaradt, az hozzátartozott a birtokhoz. Csak ugye az épület már nem áll, ugye ahol laktak, csak a magtáv. De itt van egy emléktábla. A Lubikáról, igen. Nagy Gész községben itt Lubi Károly emlékére ültette a Lubi társaságát. Igen, hát az 2 évvel ezelőtt. Itt a magtár hátulról, a magtár épülete. Még itt is még arra feláttam egy pár házat, hogy megmaradt. Itt egy kút. És hát jó, hogy valami múzeum is, ja, de látom, hogy nyitva nincsen. És itt van a magtár. És itt pedig most éppen Nagy Géznek a fő utcáján sétálok. Hát akkor járni fele is, akkor leszek ez a kevés megmaradt házak egyike lehet. De itt még lehet, hogy már nem hiszem, hogy laknak benne, de a villany meg be van kötve. Ezért érdekes. Már szerintem ezek inkább ilyen hétvégi házak. Igen, mert valószínűleg ott is gyümölcsös, vagy valami ilyen szőlő, vagy gyümölcs, valami van ott is. És valószínűleg ott ahhoz tartozik ez a 2 épület is. Hát ezek ilyen régi stílusú házak. Igen, ez tipikusan egy ilyen régi parasztház. És még be van vezetve az áram is. Tehát nem is állandó jelleggel, de szerintem itt még laknak. És itt a másik hasonló stílusban épült ház. És ott még le van lakatolva, úgyhogy valószínűleg itt szóval egy kukoricás mellette, tehát szerintem ez ilyen ilyen szerszámokat tárolhat, mert benne meg idén jelleggel, mikor munka van, akkor költöznek le ide, inkább hát ilyen hétvégi ház vagy hasonló lehet. És itt az egyik mellékutca. Viszont egy lakottabbnak tűnő ház. Jobban körbe is van kerítve. Hát, most úgy megszállni nem fogunk, nincs most arra idő. Megnézem. Egy darabig még tart a betonút, de nem tudom, hogy meddig érdemes elmenni, itt inkább visszafordulok. Látom, több ház itt már nincsen. Még egyet-kettőt maximum találnék arra, de ennyi. Felen, na, akkor sétálunk végig a Nagy Géz főutcán, és akkor addig mesélek is közben. Történetet, tehát azt, hogy láttátok ott a emléktáblát, hogy be is fogok vágni, hát 700 környékén laktak itt, és 1970-ben, amikor jött az árvíz, akkor gyakorlatilag mindenkit elköltöztettek innen. A templom tulajdonos is környékén maradt még egy pár épület, ez volt a legmagasabban fekvő rész. És a templomnak, a tulajdonnak az oldalán majd arról még csinálok esítet, és akkor azt majd bevágom, amikor a templom tulajdonhoz érek, hogy ott van egy ilyen jelölés, hogy meddig ért az árvíz, tehát ott kb. Ilyen bokamagasságig csak. Tehát az volt a legmagasabb pont, oda menekültek, amikor mert éjszaka, tehát valami éjszaka jött az árvíz. Ilyen sokáig, a templom az megmaradt az árvíz után is, de nagyon romos állapotban volt. Ugye kifosztották is, meg hát a idő is tette a dolgát. 2015-ben újították föl, tehát így megpróbáltak majdnem eredeti állapotába helyreállítani, és ez gyakorlatilag majdnem teljesen sikerült is. Hát mindjárt megérkezünk a templomhoz. És még arrafelé láttam 2 házat, ami ilyen réginek tűnik és lakatlannak. Ugye ez az emlékület, ezt egy 2 oldalt már mutattam. És hát itt az emlékpark. Ez a lábot turista látványosság, ezt látogatják a legtöbben. Az elhagyatott épületeket már kevésbé. És akkor itt van, akkor megmutatom még egyszer a templomot. 1970-es árvíz, az itt volt a vízszint. És itt még szemben láttam egy épületet, ez viszont szinte biztos vagyok benne, hogy ez a árvíz sújtotta, és azóta ebben senki nem lakik. Ez úgy itt maradt, hogy nem dőlt össze, de tehát ez nézzétek meg ez kapott az árvízből.
teteje az már beszakadt, ahogy látom, és ennyi. Hát. Ezt viszont tuti, hogy nem ölt senki, és tuti, hogy nem lakik senki benne. Úgyhogy megnézem nektek bár. Ja, van rajta egy tábla, igen, hogy gondolom életveszélyessé van nyilvánítva. Ja, persze, hát látjátok, hogy ugye áttetős is volt, és hát már ott a tetőlécek is kezdik megadni magunkat, és szerintem leszakadt a tető is már, de így néz ki. Tehát tényleg ez egy vályogépület, de egy jó vastag, tehát nézzük meg, hogy egy elég vastag vályogfalakat tettek, valószínűleg azért is bírta ki, hogy nem dölt össze azonnal a tíznél. Itt ez meg dadasak vannak, úgyhogy visszajövünk. Viszont be tudok lesni. Amit a hangosabban azért megad volna, de egyben nézünk. Na, ez így néz ki belülről. Okay. Na, itt néhány vakus képet talán tudok csinálni. De igen, hát ennyit. Tudjátok, hogy az épületből nem sok maradt. Viszont ahhoz képest, hogy 1970 óta nem lakják, még egész jól tartja magát. Nézzétek meg, így néz ki a másik vége. Hát, hát ennyi, ez egy árvízkor lakatlanná vált épület. És már 50 éves.